Hosszú idő után újra rendesüléssel folytatta munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. Az előzetesen tárgyalt előterjesztések elfogadása mellett kiemelt téma volt az ukrán gabona aktuális helyzete Magyarországon. A témával kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vármegyei igazgatóságának határrendészeti igazgatóhelyettesét, Leskú Jánost kérdezték a képviselők. Adorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője aggáját fejezte ki amiatt, hogy kellően szigorú-e a most fenntartott rendszer. Azt mondta, biztosíték kell arra, hogy az ukrán gabona nem marad Magyarországon, az ugyanis nem csak az agrárvállalkozásokat teszi tönkre, hanem népegészségügyi kockázatokat is magában rejt. Mindannyian érezzük azt a felelősséget, hogy mi nyomja a vállunkat. Igazából nemzetgazdasági kérdés, élelmezés egészségügyi kérdés, népegészségügyi kérdés, és sok minden más, és a magyar agrárium mezőgazdaságnak a jövője. Most jelenleg ezt az évet látva igen közel kerültünk a csőd széléhez. És számomra még mindig vannak olyan jelentős kérdések, amit a politikumnak kéne tudnia kezelni, de főleg a törvényhozásnak, nem a megyei közgyűlésnek. Mi csak szorgalmazni tudjuk, vagy inspirálni tudjuk őket, hogy ebbe valahogy hathatósan vegyenek részt, ugyanis számomra még mindig nem megnyugtató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása, miszerint a beérkező termékeknek zárt rendszeren keresztül el kell jutniuk külföldre, adott esetben mondjuk harmadik országba, Olaszországba, stb. Sorolhatnám még. De semmilyen garanciánk nincs arra, hogy a keletről érkező és tranzitútvonalként Magyarországot használó árucikkek, azok ugyan lehet, hogy kiérkeznek Olaszországba, de vajon hogyan érkeznek vissza onnan? Erre a kérdésre keressük a választ, erre a kérdésre próbálunk meg valamiféle megoldást találni. A kormány reagálva az Európai Unió ukrán gabona import tilalmának feloldására 3 héttel ezelőtt nemzeti hatáskörben egyoldalúan meghosszabbította és kiterjesztette az import stoppot. Az elmúlt 1,5 év ugyanakkor hatalmas károkat okozott a hazai agrárpiacon, ráadásul, mint az a közgyűlésen is elhangzott, ukrán gabona nem csak Ukrajnából érkezett Magyarország területére. Az külön nehézség, hogy az Európai Uniónak a közös politikája miatt, a termékek és szolgáltatások korlátlan áramlása miatt ezek a termékek fentülhettek Szlovákiából, illetve Romániából is. Ennek úgy próbál gátat vetni a kormányzat, illetve az állam, hogy a NÉBIH fokozott ellenőrzéseket végez bizonyos pontokon a belépő gabonaszállítmányoknak a minőségét, illetően ami Szlovákiából, illetve Romániából jön, ilyen módon kiszűrjék az ukrán GMO-val fertőzött és olyan növényvédőszerekkel fertőzött gabonát, amit már Magyarországon, illetve Európai Unióban régen-régen betiltottak. Annál is inkább feláborító ez a magatartás, hiszen arról volt szó, hogy az afrikai éhezőket segítik ezek a élelmiszerszállítmányok, gabonaszállítmányok. Ehhez képest az Európai Unió piacain tűnnek fel, és ezzel nem az ukrán kistermelők, parasztok megélhetését segítik, hanem néhány multinacionális vállalatnak a profitérségét elégítik ki. A szerdai közgyűlésen összesen 9 napi rendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. A legközelebbi rendesülést a tervek szerint november 2. felében rendezik meg a Vármegyeházán.